Ezt a történetet kizárólag azért mesélem el, hogy hát ti jobban ezután már oda fogtok figyelni a pénzeidekre, hiszen hát velem történt egy kis galiba. Pár héttel ezelőtt elmentünk egy motoros csizmát venni nekem az egyik boltba itt a közeli városba, hiszen hát cipőben meg ilyenekben nem igazán lehet motorozni, hiszen az baleset veszélyes, de nem is az a lényeg, kinéztem magamnak egy nagyon-nagyon király csizmát, és gondoltam, hogy ezt most meg fogom venni. Volt a méretemben, ezért rendelni kellett, és vissza kellett menni pár nap múlva, sőt, pontosan össze vagy 7 múlva mentünk vissza érte, volt kétfajta méret, és szerencsére jó lett az egyik. Tudjátok, maszkba kell lenni a boltba, szépen fönt van rajtam, természetesen oda megyek fizetni, és van egy olyan maszkom, amit tökre tetszik, csak ilyen műanyagos, tudjátok, az orránál, és a szemüvegem folyton lecsúszik rajta. Ez úgy gondoltam, hogy ott hagyom az autóba a szemüvegemet, nem kell az nekem, csak hát bemegyek a csizmámért, és kifizetem, és ennyi, oda megyek a pulthoz, és itt jött a bibi. A 75 ezeret kellett volna adnom, és én odaadtam véletlen a 80 ezer helyet, mert csak 10 ezeresek voltak nálam, 90 ezer, hiszen nem vettem észre, hogy összefogtam két darab 10 ezeres sajnos, és így egybe odaadtam, szóval konkrétan ugye 80 ezerből egy 5-ös visszajárt, szépen visszaadta nekem az 5 ezeres, és az autóba jöttem, hogy én véletlen 90 ezret adtam, nem 80, szóval konkrétan elbuktam 10 ezer forintot. Nem szeretném a dolgozót egyáltalán hibáztatni, hiszen én adtam ugye egy 10-est többet, de azért meg kellett volna szerintem számolni, hogy hékás, te koma. Te most még 90-et adtanak, amikor ennyibe kerül. Szóval konkrétan így eljöttünk, és akkor az autóba vettem észre már jóval utána, hogy hát ezt teljesen bebuktam, mert nem volt rajtam a szemegem, és ugye összefogtam véletlen a pénzeket, és így egyet többen neki sajnos. Aztán mondták, hogy már többen jártak, így menjek vissza, kamerákat leolvassák, meg hasonlókat, de addigra már a város másik felén voltunk, úton hazafelé. Még sosem jártam, így mindig nagyon odafigyelek, vagy kártyával fizetek, vagy szép éppen egyesével kiválogatom, csak most ugye nem volt rajtam a szemüveg, maszk, meg ilyenek, szóval így összejött az egész sajnos. Most nem sajnálkozni szeretnék, az egészet így egy tanuló pénznek fogom föl, és ezt a videót is azért sem, hogy ti is figyeljetek utána nagyon a költekezésekre, hogyha odaadjátok, stb. Stb. A pénzt. Szóval jöhetnek a szupercsetek. Vicceltem, srácok, ezt a videót is azért sem, hogy légy szíves, figyeljetek oda, hogyha vásároltok, hogy nehogy ilyen történjen veletek. Ezt teljesen én rontottam el, nem hibáztatok. Sok meg nekem kommentben, hogyha véletlenül ti is jártatok már ezelőtt így, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, azt, hogy nektek volt-e valami, vagy szüleiteknek, rokonságban, unokatestvéreknek, mamának, írjátok meg nekem, hogy valami hasonló sztoritok volt-e már. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tanultok ebből valamit, hogy oda kell mindig figyelni a vásárlásoknál. Legyetek jók, sziasztok!